Hello friends! Most folytatni fogjuk a Hilbert rendszer teljességének a bebizonyítását, remélhetőleg már ma végzünk is. Ugye a múltkor eljutottunk odáig, hogy a dedukciós tételről beláttuk, hogy igaz, és ezt majd emlékeztetőképpen mesélem, hogy mi volt akkor, ha odáig jutunk, hogy használnánk is. De a teljességi bizonyításhoz ugye még egyszer azt akarjuk bebizonyítani, hogy ha valami következik egy szigma formula halmazból, akkor azt le is lehet vezetni a Hilbert rendszerében. Ahhoz, hogy ezt bebizonyítsuk, ahhoz még szükségünk van plusz egy definícióra, azaz kettőre is, mégpedig a H-konzisztencia fogalmára. Ugye, ha emlékszünk, a konzisztens az azt jelentette egy formulahalmazra, hogy kielégíthető, hogy van modellje. A H-konzisztens meg azt jelenti csak, hogy Hilbert rendszerében legalábbis nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy kielégíthetetlen. Vagyis a szigma halmazunk, formula halmazunk akkor H-konzisztens, ha nem tudjuk belőle levezetni az azonosan hamisat Hilbert rendszerében. Ez több mindennel is ekvivalens, az, hogy ő H-konzisztens, vagy épp, hogy nem. Mert ugye, hogyha nem H-konzisztens a formula halmazunk, akkor az ugye azt jelent, mikor nem az akkor, hogyha le tudjuk belőle vezetni az azonosan hamisat. Na most, hogyha le tudjuk belőle vezetni az azonosan hamisat, akkor mindent, mert hogy le tudjuk belőle vezetni az azonosan hamist, és a hamisnyi leffet is, mert azt bármiből le tudjuk vezetni, volt egy ilyen példa, és hogyha a hamisat is, meg a hamisnyi leffet is le tudjuk vezetni mindenféle f-re, akkor ebből a kettőből modus ponenssel kijön az f, és ez azt jelenti, hogy mindent le lehet belőle vezetni, hamisból bármi következik mintájára. Tehát, ha le tudom vezetni mire az azonosan hamisat, akkor bármit, és ha bármit, akkor nyilván van két olyan formula is, hogy az f és a negátja, mind a kettő levezethető, mert ha minden levezethető, akkor ez is, ez a kettő is. Mondjuk az azonos a hamis, meg az azonos a hamis, nyílhamis, az is, mert minden levezethető. És hogyha a formula is, meg a negátja is levezethető, akkor persze nyilván, ha ennek a kettőnek veszem a modus ponensét, akkor abból pont egy azonos a hamis lesz. Tehát ez a három dolog így egymásból következik körkörösen, vagyis ők ekvivalensek. Oké, ezt így használni fogjuk, hogyha valami nem H-konzisztens, akkor levezethető belőle gyakorlatilag bármi, és pontosan akkor. Na most, a H-konzisztens halmazok között vannak kisebbek is, meg nagyobbak is. Azt akarjuk majd bebizonyítani, hogy a H-konzisztensek azok mindig kielégíthetőek, de úgy fogjuk kezdeni, hogy felfújjuk egy jó nagy H-konzisztens halmazra, a legnagyobb ilyeneket maximális H-konzisztensnek nevezzük. Vagyis a maximális H-konzisztens az úgy van definiálva, hogy ő maga egyrészt H-konzisztens, de ha bárkit hozzávennénk, ugye aki nincsen benne, pluszban hozzávesszük, az már nem lesz az, tehát bárki, aki nincs benne, azt ha hozzávennénk, abból már kijönne az azonosan hamis. Na ez itt egy állítás, hogy ha nekem van egy szigma H-konzisztens halmazom, azt fel lehet fújni, úgy, hogy ő még mindig H-konzisztens maradjon, de már több mindenkit nem vehetek hozzá, mert az már el fogja rontani a H-konzisztenciát. Ez megint egyszerűen hangzik, de még ezeket az állításokat is be kell bizonyítani, mert nem minden logikában igaz. De az ítéletkalkulusban igaz. Többek között azért, mert csak megszámlálhatóan sok formulánk van. Ha megszámlálhatóan sok formulánk van, az miért is igaz? Az azért igaz, mert a változókról tudjuk, hogy van a P1, a P2, a P3, a P4 és így tovább, ezek indexelve vannak a természetes számokkal, akkor ez azt jelenti, hogy ha úgy kezdjük el felsorolni a formulát, hogy először felsoroljuk az összes olyat, ami legfeljebb egy hosszú, és legfeljebb az első változó van benne, ebből csak véges sok van, utána a legfeljebb kettő hosszúakat, akikből legfeljebb kettő változó van, az első kettő változó, ezekből is csak véges sok van. Aztán az összes legfeljebb három hosszút, akikben legfeljebb az első három változó, P1, P2, P3 szerepelnek, és így tovább, akkor előbb-utóbb mindenkit felsorolunk, és mindig egyszerre csak véges sokat, az azt jelenti, hogy föl tudjuk őket így sorolni, arról jobbra az első, a második, a harmadik. Ez ugye nem csak formulákra működik, hanem mindenféle véges stringre például. Na és őket ilyen sorrendben megpróbáljuk belegyömöszölni a szigmába. Ez történik. Tehát a nulladik iterációban kiindulunk a szigma nullából, és utána azt csináljuk, hogy szépen sorban hozzá próbáljuk venni az F1-et, F2-t, F3-at, mindet a ma aktuális halmazunkhoz, mégpedig úgy, hogy ha őt, ha hozzávesszük, az még mindig nem rontja el a H-konzisztenciát, tehát még mindig nem lehet levezetni az azonosan hamist, akkor vegyük hozzá. Ha meg elrontaná a H-konzisztenciát, akkor ne vegyük hozzá. Egyszerű, maga a szabály, tehát
Mindenkit vegyünk hozzá, akit csak lehet, szépen sorban egymás után, tehát az F2-t már a módosított halmazhoz próbáljuk. Ha betettük az F1-et is, meg az F2-t is, akkor az F3-at már ebbe a halmazba próbáljuk meg hozzácsapni. De ugye ez folyamatosan bővülni fog, kiindulunk, elveszíteni sosem fogunk elemet, úgyhogy az uniójuk, a szigma nu vesző egyenlő unió az összes ilyen szigma i-nek, az csupa olyan elemet tartalmaz, akit valahanyadik lépésben így bevettünk. És amikor őt bevettük, akkor egy H-konzisztens halmazunk maradt. Minden egyes lépésben folyamatosan H-konzisztens halmazunk van, ez neki a definíciója. Ezt akár indukcióval be is lehet bizonyítani, mert a nulladik iterációban kiindultunk a szigmából. Ugye emlékszünk, az volt az állítás, hogy ha szigma H-konzisztens, akkor föl lehet fújni maximális H-konzisztensé. Ezért a szigma az alapból A-konzisztens, ha meg az i-edik az volt, akkor az i plusz egyedik azért lesz az, mert vagy ugyanaz, akkor nyilván ő is H-konzisztens, vagy hozzávettük az fi plusz egyet, de azt csak akkor csináljuk, ha H-konzisztens az eredmény, tehát bármelyik eset is van, H-konzisztens halmazból H-konzisztens halmaz lesz. Úgyhogy ez rendben van, tehát mindegyik tagja ennek a sorozatnak H-konzisztens. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy nekik az uniójuk is H-konzisztens lesz, de mivel így lépésenként iteratívan bővülve kapjuk őket, ez azt jelenti, hogy ha nem lenne H-konzisztens az eredmény, az uniójuk, az ugye azt jelenti, hogy ha levezethető lenne belőle az azonosan hamis a Hilbert rendszerben, akkor ugye a Hilbert rendszerben csak véges sok lépésben vezetjük le az azonosan hamisat. Ha véges sok lépés, akkor azok között, többek között csak véges sok olyan van, hogy behúzunk valakit a szigma vesszőből. Ami azt jelenti, hogy ezeket a formulákat, ugye csak véges sokat használunk közülük, mondjuk az F1-et, az F7-et, meg az F42-t, vagy valami hasonló, de van egy utolsó formula ezek között a véges sokak között. Ha mondjuk ez éppen az FK, és az összes többi az kisebb indexű, akit használunk ennek az azonos hamisnak a levezetésében, az azt jelenti, hogy mindegyik már eleve benne volt a sigma k-ban is. Mert ugye az, ha az F42 lenne a legnagyobb indexű, akit valaha felhasználunk, akkor konkrétan ő a sigma 42-ben már benne van, és nem csak ő, hanem az összes többi is, akit még felhasználunk, és benne vannak, mert akikkel még bővül a sigma vesző, azok mind nagyobb indexűek ezek után. Ezért, hogyha le tudom vezetni a nagy unióból az azonosan hamisat, akkor már valamelyik ilyen kicsiből is le tudom vezetni az azonosan hamisat. De az nem lehet, mert itt ugye az van már, azt már tudjuk, hogy mindegyik kicsi, az már H-konzisztens volt. Ezért nem lehet az, hogy ő belőle le lehet vezetni az azonosan hamisat, ezért ő is H-konzisztens lesz, a szigma vesző. Na onnan kezdve, hogy megvan, hogy H-konzisztens, a maximális már könnyen jön, mert ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki nincsen benne, akkor vele együtt már inkonzisztensé válik. Ezt kellene bebizonyítani, de hát miért nincsen benne? Azért nincsen benne, mert nem tettük bele. Mikor? Amikor beletehettük volna. Miért nem tettük bele? Azért, mert elrontaná az inkonzisztenciát. Ide ez van írva. Azért nem tettük bele, amikor volt rá lehetőségünk, mert a sigma i-1-hez, ha hozzácsaptuk volna, akkor az elrontotta volna a H-konzisztenciát, és nyilván, hogyha ebből a halmazból le lehet vezetni az azonosan hamist, akkor nála nagyobbból is, ugye, mert a sigma i-1-nél nagyobb a sigma vesző, bővebb halmaz, ezért, ha ebből, ezekből már le lehet vezetni az azonosan hamist, akkor a nagyobb halmazból is le lehet vezetni az azonosan hamist, és ez pont azt mondja, hogy ha valaki nincs benne a sigma vesszőben, akkor ha hozzávennénk, az már elrontja. Ez pont a maximalitásnak volt a definíciója. Úgyhogy tényleg ez itt egy maximális H-konzisztens halmaz, ami azt jelenti, hogy bármilyen H-konzisztens szigmát ki lehet bővíteni egy maximális H-konzisztenssé. Miért jó ez? Mert a maximális H-konzisztens halmazok azok olyanok, hogy minden egyes formulára igaz, hogy vagy ő benne van, vagy a negátja, és pontosan az egyik. Ezt mondja az állítás. Azok a maximálisak tényleg azt csinálják, hogy minden egyes formulát vagy itt, vagy a negátját, és pontosan az egyiket tartalmazzák. Ez vajon miért igaz? Hát be lehet bizonyítani azt, hogy se az nem lehet, hogy csak kettőt, mind a kettőt, se az nem lehet, hogy egyiket sem. Akkor nyilván csak az marad, hogy pontosan az egyiket tartalmazzák mindegyik formula pár közül. Mert ugye, ha mind a kettőt tartalmaznánk, hát ez simán egy modus ponens-e kijön belőle a hamis. Úgyhogy akkor nem lenne konzisztens. Tehát konzisztens halmaz, H-konzisztens halmaz nem tartalmazhatja egyszerre mind a kettőt, az F-et is, meg az F-negátját is. Úgyhogy az, hogy nem mind a kettő, az már készen van. Most jön az, hogy bemutatjuk, hogy az sem lehet, hogy egyik sincs. Az meg a maximalitásnak fog ellent mondani. Mert hogy
ha se az F nincsen benne, se az F nyílhamis nincsen benne, és ő maximális, az ugye azt jelentette, hogy ha valaki nincs benne, és hozzávesszük, akkor H inkonzisztens lesz. Tehát, ha a szigmához, aki maximális, hozzávesszük az F-et, abból levezethető a hamis, mert nincs benne, és maximális, de ha S sincs benne, akkor ezt is, ha hozzávennénk, levezethető lesz azonosan hamis. Na most jön az a pont, amikor a dedukciós tételt alkalmazzuk. Az ugye azt mondta, hogy ha van egy formula, halmazom, és abból le akarok vezetni valamit, akkor ez ugyanazkor teljesül, mint hogyha egy formulát átugratok erre az oldalra, és akkor a szigmából nem a hamis, hanem az F nyílhamis levezethető. Ugyanazt jelenti. Dedukciós tétel, azt mondja, hogy ez a kettő ekvivalens. Itt is ez történik, fogod ezt az F nyílhamisat, át tudod ugratni a másik oldalára ennek a kerítésnek, és akkor ebből meg az jön ki, hogy a szigmából le lehet vezetni az F nyílhamis nyílhamisat. Ez meg itt van. És ez ugye azt jelenti, hogy a szigmából le lehet vezetni egy formulát, meg annak a negátját is. És akkor a dedukciós tétel azt mondja, hogy leválasztással kijön belőle az azonosan hamis. És hát ez nem lehet, mert abból indultunk ki, hogy a szigmai maximális H konzisztens halmaz, tehát nem lehet belevezetni belőle az azonosan hamisat, úgyhogy ez az eset sem lehet. Ezért egy maximális H konzisztens halmazban minden formulára igaz, hogy vagy ő, vagy a negátja benne van, és ez miért jó? Mert ad nekünk egy értékadást. Hogyan? Ha van nekem egy maximális H-konzisztens halmazom, akkor minden változó is vagy benne van, vagy a negátja. Az értékadás simán az lesz, hogy ha benne van, akkor igaz, ha a változó nincsen benne, ha nem a negátja van benne, akkor pedig hamisra állítsuk ennek a változónak az értékét. De ugye először szereznünk kell egy maximális H-konzisztens halmaz, tehát ez itt a fő állításunk most, hogy egy szigma formula halmaz kielégíthető pont akkor, hogy a H-konzisztens. Az egyik irány megint könnyű, ez ugye az, hogy ha kielégíthető, akkor H-konzisztens, mert ha kielégíthető, az ugye azt jelenti, hogy nem következménye a hamis, mert ha kielégíthetetlen, az volt az, hogy következik belőle a hamis, a kielégíthető az az, hogy nem következik belőle az ellentmondás. Tehát, ha nem következik belőle, akkor nem is tudod levezetni, mert a Hilbert rendszerről azt már láttuk, hogy helyes. Ha helyes, az azt jelenti, hogy csak következményeket lehet levezetni. Ha ez nem következmény, akkor nem is lehet levezetni. Úgyhogy ha kielégíthető, akkor H-konzisztens is, tehát itt ez az irány, hogy ha kielégíthető, akkor H-konzisztens, az már rendben van. És nézzük a másik irányt. Ha H-konzisztens, akkor kielégíthető. Ezt kellene bebizonyítani. Az ugye úgy megy, hogy ha H-konzisztens halmazunk, akkor kéne adni egy értékadást, ami kielégíti. Na most használjuk azt, hogy jó, ha van nekem egy H-konzisztens formula halmazom, akkor az előbb, amit csináltunk, az azt mutatta, hogy föl lehet fújni, ki lehet bővíteni egy szigma vesszővé, ami már maximális H-konzisztens. A maximális H-konzisztensben meg igaz, amit az előbb mutattunk meg, hogy vagy a változó, vagy a negátja szerepel benne. Ha a változó szerepel benne, akkor állítsuk igazra, ha meg nem szerepel benne, állítsuk hamisra. Ez egy értékadás, egy ilyet lehet adni, és most jön az, hogy én azt állítom, hogy ez bizony ki fogja elégíteni a szigma vesszőt, és azért lesz kielégíthető. De ezt persze ellenőrizni kell, hogy ez az értékadás kielégíti a szigma vessző összes elemét. És akkor nyilván a szigmáét is, mert a szigma vesszőt úgy kaptuk, hogy fogtuk a szigmát és kibővítettük. Na most ellenőrizni kell tehát azt, hogy ez az értékadás, amit így definiálunk, ez kielégíti a szigma vessző összes formuláját. Persze megint indukciót akarunk majd csinálni a formula felépítése szerint, és ennél egy kicsit többet állítunk. Azt állítjuk, hogy az értékadás egy formulát pontosan akkor fog kielégíteni, hogyha a formula benne van a szigma vesszőben. Tehát az értékadás kielégíti a szigma vessző elemeit, és nem elégíti ki azt, aki nem eleme a szigma vesszőnek. Ezt fogjuk belátni felépítés szerinti indukcióval, nyilván az F-re. Ugye megint ítéletkalkulusban vagyunk, tehát a legkisebb eset a simán az, hogy egy változóról beszélünk. Az mit mond? Az értékadás kielégíti a változót, ha a változó benne van a szigma vesszőben, és pontosan akkor visszalapozok. Ez jó, mert pont így definiáltuk az értékadást, pont azért, hogy ez az indukciós lépés kijöjjön, az alapeset. A változót kielégíti az értékadás pont akkor, ha benne van a szigma vesszőben. Meg. Tehát itt ugye az történik, hogy ha változó, akkor true. A legkisebb formulák között még ott van nyilván az azonosan hamis, de az azonosan hamis az egyrészt nem elégíti ki semmilyen értékadás,
Másrészt nem lehet benne egy maximális H-konzisztens halmazban, mert abból, hogyha benne van az azoros alm is, könnyű lenne levezetni az azoros alm is, mert csak föl kell venni. Tehát arra is igaz. Jó, és már csak egy eset van, mert most ugye abban az ítélet kalkulusban vagyunk, ahol csak a hamis van, meg az implikáció, meg a változók, ez a kettő már megvan. Úgyhogy még azt kell bebizonyítanunk, hogy ha a formulánk ilyen alakú, akkor ha benne van a szigma vesszőben, kielégíti az értékadás, ha nincs benne a szigma vesszőben, akkor meg nem elégíti ki az értékadás. Ez itt, ez a sok pont, ez csak az az irány, hogy ha benne van, akkor kielégíti, és a következő szlájdon lesz az, hogy ha nincs benne, akkor nem elégíti ki. Na nézzük. Tehát kiindulunk abból, hogy ha benne van, ki kell hozni azt, hogy kielégíti. Ezt most indirekten csináljuk, ugye ez volt az, hogy jó, hát tegyük fel, hogy nem elégíti ki. Ezt főleg azért csináljuk, mert egy implikációt nem lehet olyan sokféleképp nem kielégíteni, hogy ez hamisra jöjjön ki, az kell, hogy a bal oldala igaz legyen, a jobb oldala meg hamis. Na most ez jó, mert kisebbek a formulák. És itt lehet indukciós föltevést használni, tehát ha kielégíti, akkor benne van, ha nem elégíti ki, akkor nincs benne. Ez volt az állítás, hogy egy formula pont akkor elégít ki, ha benne van ebben a szigma vesszőben. Na most, a maximális, ezért bővítettük ki a szigma vesszőt, ez volt a másik oka, az azt jelenti, hogy ha valaki nincsen benne, akkor pedig a negátja benne van, mert maximális. Mivel az F2 nincs benne, ezért az F2 negátja, vagyis az F2 nyíl hamis, az benne van. Na, az axióma egy okkal néz ki olyan bonyolultak, mint amilyen, mert például ezen a ponton lehet őt alkalmazni. Mi ez? F nyíl, G nyíl, H nyíl, F nyíl, G nyíl, F nyíl, H. Pont teljesen jó, az F helyére az F1-et helyettesítettük, a G helyére az F2-t, a H helyére meg az azorosan hamisat. Ez egy axióma példány. És most ugye az történik, hogy le akarjuk vezetni az F1 nyíl hamisat, le akarjuk vezetni az azonosan hamisat. Az ugye ellentmond annak, hogy ha konzisztens lenne a szigma vesszünk, mert hát akkor levezethettük az azonosan hamisat, és akkor itt az indirekt föltevés lesz az, ahol bukik a történet, és ezért ki fogja elégíteni. Na nézzük, hogy is megy ez a levezetés. Ugyanúgy, mint ahogy az összes példánkban is csináltuk, itt van ez a történetünk, ezt szeretnénk itt leválasztani. Ilyenünk egy az egyben nincsen, de az F2 nyíl hamis az benne van. Az F2 nyíl hamis az benne van a szigma vesszőben, és kéne elé tolni egy kamu F1-et, erre volt való eddig is az axióma 2, így lepéldányosítjuk, F nyíl G nyíl F, aztán leválasztjuk, az F2 nyíl hamis benne van, ennek meg ő a bal oldala, tehát a leválasztásra fölvesztjük a jobb oldalát, ez így, tehát ebből itt leválasztással megkapjuk a jobb oldalt, aztán mivel őt megkaptuk, ővel le lehet választani ennek a hosszúnak a bal oldalát, és kapjuk azt, hogy ez itt levágható, ez itt a jobb oldal. Most jön az, hogy honnan is tudjuk, hogy az F1 nyíl F2 is benne van a szigma vesszőben, hát innen. Ez meg itt van. Úgyhogy ezt is levághatjuk, kapunk egy F1 nyíl hamisat, már csak az F1-re lenne szükség, de az is itt van. Az F1 is eleme a szigma vesszőnek, és ezért őt is le tudjuk választani, marad az azoros a hamis, ami azt jelenti, hogy a szigma vessző nem H-konzisztens, pedig abból indultunk ki, hogy a szigma vesszőt fölfújtuk, hogy maximális H-konzisztens halmaz legyen, úgyhogy ez itt nem lehetséges, egyetlen egy indirekt föltevésünk volt ez, ami azt jelenti, hogy ha F1 nyíl F2 alakú ez a formula, akkor kielégíti az értékadás. Nincs meg kész, mert most még az is kell, hogy ha pedig nincsen benne, akkor nem elégíti ki az értékadás. Ez jön most. Tehát abból indulunk ki, hogy nincs benne a szigma vesszőben ez formulánk, és akkor ki kéne hozni, hogy akkor nem is elégíti ki az értékadás. Megint jön az, hogy használjuk, hogy ez egy maximális halmaz, maximális H-konzisztens halmaz. Ha ő nincs benne, akkor a negátja viszont benne van. Na most, megint indirekt bizonyítás jön. Benne van a negátja, akkor az állítás azt mondja, hogy ha benne van, akkor kielégíti. Jó? Tehát itt ugye az történik, hogy az indirekt bizonyításban abból indultunk ki, hogy nincs benne, akkor azt kellene bebizonyítanunk, hogy nem elégíti ki, az indirekt föltevés azt mondja, hogy de mégis. Tehát az A kielégíti az F1 nyíl F2-t. Ha itt kijön valami ellentmondás, akkor csak az lehetséges, hogy az A nem elégíti ki az F1 nyíl F2-t, és pont erre volt szükségünk, mert abból indulunk ki, hogy nem eleme a szigma vesszőnek, akkor nem is elégíti ki. Na most itt azért egy kicsit
több eset van, mint az előbb volt, mert kielégíteni egy implikációt többféleképpen lehet, vagy hamis a bal oldal, vagy igaz a jobb oldal. Kezdjük az, hogy igaz a jobb oldal, ez az egyik eset. Ha igaz a jobb oldal, akkor ugye ez egy kisebb formula, ha a jobb oldalt igazzá teszi az E, akkor ez a jobb oldal benne is van a szigma vesszőben. Na most, ha benne van a szigma vesszőben, akkor ugye elé tudok tolni egy F1-et, egy sima axioma 2-vel, F2 nyíl, ez egy axioma példány, az F2 benne van, leválasztok, és megkapom az F1 nyíl F2-t. Miért baj ez? Azért, mert ha le tudom vezetni az F1 nyíl F2-t, és benne van az F1 nyíl F2 nyíl hamis, akkor ebből a kettőből így le tudom vezetni a szigma vesszőből az azonos a hamisat, amit nem lehet, mert a szigma vesző alapvetően egy H-konzisztens halmaz volt, úgyhogy az azonos a hamisat azt nem lehet levezetni belőle. Úgyhogy ez az eset, hogy az A kielégíti az F2-t, ez nem lehetséges. Ami azt jelenti, hogy még mindig az indirekten belül vagyunk, hogy nem elégíti ki az F1-et, és nem elégíti ki az F2-t sem ez az értékadás. Ezek megint kisebb formulák, úgyhogy rájuk megint igaz az indukciós hipotézis, tehát ha nem elégíti ki, akkor ő nincs benne, ami azt jelenti, hogy a negátja benne van a szigma vesszőben, és neki is akkor, ha nem elégíti ki, ő nincs benne, de akkor a maximalitás miatt a negátja benne van. És nyilván az is igaz, persze, hogy a hamis nyíl F2 is igaz, mert az ilyen alakú formulákat le tudjuk vezetni. Gond nélkül, tehát az összes hamis nyíl F alakú formulát le tudjuk vezetni a nagybüdös semmiből, és nem kell hozzá szigma vessző. Most jön az, amit szintén láttunk egy példán, a tranzitivitás. Ha a szigma vesszőből le tudok vezetni egy F1 nyíl hamisat, meg egy hamis nyíl F2-t, akkor ugye ebből a kettőből kijön az is, volt rá példánk, hogy az F1 nyíl F2-t is le lehet vezetni. De most megint az van, hogy levezettem az F1 nyíl F2-t. És az is igaz, hogy az F1 nyíl F2 nyíl hamis is benne van a szigma vesszőben, tehát ez a kettő így együtt, ha alkalmazom rajta a leválasztási szabályt, akkor megint csak kijön az azonos a hamis. Ezért akár ez az eset igaz, akár ez az eset igaz, mind a kettőben kiderül, hogy mégsem lehet H-konzisztens a halmazunk, ezért ez az indirekt hipotézis eldől, úgyhogy az a helyzet, hogy az A nem elégíti ki az F1 nyíl F2-t, ami tök jó, mert pont ezt szeretnénk, ha nincs benne, akkor nem elégíti ki. És ezért készen vagyunk azzal, hogy ha H-konzisztens, akkor kielégíthető, visszafele meg volt a könnyebbik irány. Nagyon jó. Ezt még egyszer kimondtuk, tehát ha pontosan, ha kielégíthető a szigma formázom, akkor konzisztens is, Hilbert-rendszerében, és visszafele is igaz. Most ebből hogy jön ki a helyesség és teljességi tétel, mert ugye erre vadászunk. Most a helyesség és teljességi tételt még egyszer kimondom, a szigmának az F pontosan akkor következménye, ha le lehet vezetni, pontosan a következményeket lehet Hilbert-rendszerébe levezetni, ez miért igaz? Mert ha következmény, ugye az indirekt bizonyítás arról szól, hogy pontosan akkor következménye, ha a negátját ide teszem, akkor kielégíthetetlen lesz. A negátját ugye itt ebben a terminológiában így jelöljük. Ha beteszem a negátját, akkor kielégíthetetlen lesz. Oké? Okay. Ez itt mit mond? Ez kielégíthetetlenséget mond. Akkor ez az állítás azt mondja, hogy akkor ha kielégíthetetlen, akkor ez nem H-konzisztens. Ha nem H-konzisztens, az pedig azt jelenti, hogy le lehet belőle vezetni Hilbert rendszerében az azonosan hamisat. Oké, okay. Ez is adja magát, hogy itt meg egy dedukciós tételt fogunk alkalmazni, és kiugrasztjuk ezt az F-minusz hamisat ide a kerítésnek a jobb oldalára, és tényleg ezt kapjuk, hogy a szigmának akkor a Hilbert rendszerében le lehet belőle vezetni az F-nyíl hamis nyíl hamisat. És van itt egy ilyen állítás még, hogyha egy szigmából le tudok vezetni a nem-nem F-et, az pontosan akkor történik, ha az F-et is. Ha még ezt is megcsináljuk, akkor azzal meg lesz a Hilbert rendszer helyességi és teljességi tétere. Nézzük csak meg, hát nyilván a hármas axioma fog kelleni hozzá, ez így látszik. Mert hogy ugye mi az állítás? Ha le tudom vezetni a nem-nem F-et, az pontosan akkor, hogyha az F-et is le tudom vezetni. Nyilván, hogyha a nem-nem F-et levezetem, az könnyű, az a hármas axiomás történet, mert ha a nem-nem F-et is levezetem, és fölveszem a harmadik axiomát, ami pont így nézett ki, akkor neki a bal oldala az F nyíl hamis nyíl hamis, leválasztok, és akkor kijön az F. Tehát ez az irány, hogy ha ezt le tudom vezetni, akkor ezt is, az megvan. A másik irány egy kicsit komplikáltabb.
Ugye ez úgy kezdődik, hogy ha ez igaz, le tudom vezetni az f-et, akkor adnom kell egy levezetést az f-nyíl hamis nyíl hamisra. Megint az történik, hogy egy axióma egyet példányosítok, itt van. Itt ugye megint mit látunk? Azt látunk, hogy a szigma nyíl f-ünk, szigmából levezethető az f-ünk, ez van meg. Akarok belőle gyártani egy f-nyíl hamis nyíl hamisat, és pont megjelent itt a jobb oldalon. Itt. És akkor ez azt jelenti, hogy ezt kellene még levezetnem hozzá, meg ezt kellene levezetnem hozzá, és akkor ezt is levágom, és tényleg kijön. Ez könnyű, mert g nyíl g alakú, f nyíl hamis nyíl f nyíl hamis, az összes ilyet le tudjuk vezetni, 5 lépésben, erre volt a p nyíl p-s bizonyításunk, pont ezért csináltuk. Oké, levezettük, leválasztjuk, és akkor leválasztásra kijött ez a formulánk. Most jön az, hogy f nyíl hamis nyíl f. Ezt hogy csináljuk meg? Hát abból indultunk ki, hogy az f-et le tudjuk vezetni, és megint az van, hogy elé akarunk tolni valakit, erre való az axióma 2, konkrétan ezt így szoktuk használni, most is ez lesz legalább 10-szer, tehát az f-ünk megvan, be akarjuk tolni elő az f-nyíl hamisat, példányosítjuk az axióma 2-t így, f-nyíl, g-nyíl, f alakú, leválasztunk, mert az f az benne van, és akkor ezt az f-et levágjuk, lesz belőle f-nyíl hamisnyíl f, ez már ugye ennek a bal oldala, leválasztás, és már is kijött az f-nyíl hamisnyíl hamis. Tehát, mit láttunk be? Azt láttuk be, hogy ez is igaz. Az azt jelenti, hogy szigma nyíl f pontosan akkor igaz, szigmának logikai következő az f pontosan akkor igaz, ha le lehet előre vezetni Hilbert rendszerében, és akkor ezzel beláttuk azt, hogy a Hilbert rendszer helyes és teljes, vagyis ez a nagyon kevés féle szabály, bár kevésnek néz ki, de mégis elég arra, hogy mindent levezessünk, ami csak következmény. Hosszú volt. Legközelebb mással folytatjuk. Sziasztok!